Az Országos Energia Szabályozó Hatóság szerint a lakosság 5%-kal fizet többet szeptember közepétől a földgázért, az ipari fogyasztók pedig 10%-kal a nemzetközi valutalap kérésének megfelelően. Az IMF szakértői azért tartották szükségesnek a drágítást, mert a termelőknek túl alacsony a bevétele. A mostani áremelés azonban nem függ össze az energiapiac liberalizálásával. Az árszabályozás fokozatos feloldása ugyanis idén decemberben kezdődik az ipari fogyasztók számára, és jövő év nyarán a lakosság esetében a folyamat 2014, illetve 2018-ban fejeződik majd be. A becslések szerint ez alatt megduplázódik majd a mostani gázár. De addig is maradjunk a néhány napja életbe lépett gáztrágítás ténye mellett, amely sajnos szintén nem maradt következmények nélkül, jó hír azonban, hogy a távfűtésen lévő székelyudvarhelyi lakosok fűtésszámlájukon ebből semmit sem fognak tapasztalni. A, a földgáz árának a növekedése ez egyértelműen befolyásolja a távhőszolgáltatásnál felhasznált üzemanyag árát is, és ez természetesen a mi költségeinket is. De úgy, ahogy az elmúlt időszakban is abba jártunk, hogy a fejlesztések következtében jelentkező sporlással, megtakarítással ezt ellensúlyozzuk. Most is az a szándékunk, úgyhogy nem lehet távfőszolgáltatási átnövekedésre számítani. Az elmúlt évek során végzett folyamatos felújítások, befektetések hozadéka tehát most látszik meg igazán, hisz a veszteséggel járó fölös költsége kiküszöbölése révén ezúttal nincs szükség az emelésre. S csak hogy néhányat említsünk az önkormányzatnak köszönhető felújításokból. A Betlen negyedi fővezetékeket egy kivételével mostanra teljesen kicserélték. Az említett lakótelepen teljes felújításon esett át két kazánház és sokat nyomalatban a biomaszás kazán üzemeltetése is. A fűtés szezon pedig hamarosan elkezdődik, a héten és a jövő héten zajlik a rendszer feltöltése. Hívja fel a figyelmet az igazgató, akitől azt is megtudtuk, hogy a nyár folyamán mintegy száz lakos vált le a távfűtési hálózatról, így jelenleg mintegy 2400 család igényli az Urbán RT szolgáltatását.